Dolgoznak a munkagépek a halászi lakótelep és az itatószabad strand közötti területen. Megkezdték az itt található záportározó kotrását. Több lakossági bejelentés is érkezett ugyanis az elmúlt időszakban, hogy a területre beköltöztek a hódok, akik több kárt is csináltak. A megmaradt fákon is látszódnak a nyomaik, de a tó állapota sem volt már megfelelő. Eliszaposodott, és már illatra sem volt megfelelő. És kirágták itt a tómenti fákat, attól lehetett tartani, hogy ezt az értékes fasort is megkezdik, ami itt a tó mellett húzódik. Úgyhogy ezért döntöttem úgy, hogy kezdjünk neki akkor a rehabilitációnak, ami most abból áll, hogy a tómedréből kikotorják az iszapot, ezt az iszapot ezt eltávolítják és elviszik a helyszínről. A maradó földet és kavicsot abból meg kialakítanak egy szép rézsűt, ami járhatóvá teszi a tónak a tó felüli oldalát. A több mint 10 éve kialakított záportározó pedig számos lehetőséget hordoz magában, így akár hosszú távú tervek is születhetnek, akár hasonló beruházás is indulhat a közeljövőben, mint a Bágertónál. Én találtam egy tervet a fiókban, még valamikor jó 10-15 évvel ezelőtt készült, szerintem akkor, amikor maga a tó is, ez a záportározó megépült, és az álmodott köré egy ilyen pihenő sétaösvényt, úgyhogy érdemes lenne ezt leporolni szerintem, és megnézni, hogy esetleg egy rekordtános futókör nem férne el itt a Halászi úti lakótelep környékén, egy kis tavat kerülő futókör. A kollégák ezt még vizsgálják, ez még egyelőre csak az én vágyaim között szerepel. A szakemberek folyamatosan dolgoznak a területen, ahol hamarosan rendezett, füvesített pihenővezet várja majd a lakókat.